Petra, te általában hogyan szoktál reagálni a félelmetesebb helyzetekre? Szeretem kipróbálni az új dolgokat, nagyon szeretek határt feszegetni, határt átlépni is, de azért ezek soha nem izgulásmentesek. Szóval az agyműködés az beindul, fokozódik, adrenalin löket is van, de attól még neki megyek a feladatnak. Hát azt gondolom, hogy ebben a mostani helyzetben is jelentősen járhat az agyad majd, hiszen elhoztalak siklóernyőzni. Bevállalod? Abszolút, persze! Hát így laza délután, érted, hogy valaki megkérdezi, és akkor te hogy mit csinálsz ma délután? Nem tudom siklóernyőzni, szóval ez bárcsak ilyen hobbim lenne. Mi is melegedtünk ebben a kis hegyi túrában, de hát megérkeztünk Petrával a felszállás helyszínére. Norbi, te már 5 éve foglalkozol siklóernyőzéssel. Milyen adottságok kellenek ahhoz, hogy valaki profi legyen ebben a sportban? Különösebb adottságok úgy nem szükségeltetnek a sporthoz, inkább egy jó adag mozgásszeretet és kitartás szükséges. Milyen élmény annak az embernek, aki először próbálja ki a siklóernyőzést, mint Petra? Mindenképp hatalmas élmény lesz. Van, aki kicsit félve, de a Petrán inkább az izgatottságot látom. De egyébként mi játszódik le fizikailag az emberben, akkor, amikor nem tudom, hány méter magasságba kerültek föl? Hát most jelenleg egy olyan 500 méter körül leszünk. Úristen! Csörlőgép segítségével kerültök fel a felhők közé tulajdonképpen. Ez hogy is működik? Ugyanúgy, mint ahogy a vitorlázó gépeket is felhúzzák. A csörlőkötél oda ki van telepítve. Mi itt leszünk. Felhúzom a kis ernyőnket, és ebből az egekbe repít minket a kötél. Hát akkor hajrá, Petra! Ez nagyon király lesz. Én ezt még így nem tudom elképzelni, de lehet közben kiabálni, majd meg ilyenek. Ajánlott, én kérem is! Hát ez szerintem nekem ez egy életre szóló élmény lesz. Én ebben biztos vagyok. Na, közben összeraktuk a felszerelést. Kérlek, vedd le a sapkádat, és vegyük fel ezt a szép bukós is akkor. Olyan ez, mint a biciklizés, nem? Pontosan. És pedig kérlek, vedd fel ezt, mint egy hátizsákot, ez lesz jó, a beülőd. Jó, mind lábam között marad? Ott fog. Megyek túrázni. Ó, ennek van súlya, te. Olyan, mire vállalkoztam, te jó ég. Jó, jó lesz. Fel fogok venni oda a levegőbe, ugye Norbi, és ott fogunk röpkedni. És milyen jó lesz. Na Petra, milyen gondolatok vannak benned felszállás előtt? Aj, nagyon izgatott vagyok, nagyon-nagyon. Norbi, nyugtasd meg, hogy minden rendben lesz. Mint mindig. Jaj, nem is fogom fel. És oda nézd, milyen szép a táj. Látjuk egész Budapestet. Elakad a szavam. Ennek örülök. Nem nagyon van szerünk, ami megtartson. Hát én úgy érzem, hogy van bőven. Nem is tudom, milyen lesz, amikor ettől több van. Hát egészen más érvény, de szerencsére most nyugodt kellem, és időben tudunk lakulni. Mint minden szabadidős tevékenységnél vannak minimális kockázatok, de én nem magát az ernyőzést mondanám a veszélyesnek, hanem a felelőtlen döntéseket. Fontos, hogy betartjuk azokat a lépcsőfokokat a fejlődésben, amiket ugye be kell. Ne akarjunk egyből hatalmas távokat repülni, a tudásszintünk az nem megfelelő időjárásba repülni, és így egy igazán biztonságos sport az egész, és egy hatalmas élményt tud nyújtani. Ez óriási élmény volt, ez ilyet kaptam meg tőletek is. Tényleg ez csodálatos volt. Nem találom még a megfelelő jelzőt, hogy milyen volt ez az egész, de amint megtalálom rá a szót, akkor kimondom. Igazából nincs miért izgulj, mert annyira abszurd, hogy ott vagy a levegőben egy-egy kis test. És akkor így elkezdtem magamat úgy nézni, amúgy igazából... Hol vagyok én itt kibiztosítva? De csak egy pillanat volt. Hát nem is tudom, hogy milyen bátorság kell
ez tényleg extrém sport. Ügyes voltál. Köszönöm szépen, csodálatos vagy.